Épp a család ügyvédjével beszéltem, aztán lehet, mindegy, most mi nem akarom. Tehát most egyezkednek, hogy egyáltalán megkapják azt a 2 hónapot. Én nagyon remélem, most ezt csak így mellékesen mondom, nagyon remélem, hogy ebbe az ügybe lesz 2 hónap. Tehát ez ilyen nincs. Ez jó, felhatalmazást ad nekem, vagy bárkinek arra, hogy törvénytelenséget kövessek el. Mert törvénytelenségek sora van ebbe az ügybe. Hát nem tudom elképzelni, hogy nem én vagyok ebbe az ingatlanba a tulajdonos, bár valamikor én voltam, de eladtam azt a követelést, megkaptam attól a csikitől a pénzemet, hogy mi közöm van még ehhez az ingatlanhoz. Na, mi közöm van ehhez az ingatlanhoz? Tud valaki nekem erre választ adni? Semmi. Megkaptam a követelést. Hát az eredeti tulaj pedig nem adott be követelést, hát adjon már be ő. Hát legalább ennyit tartsanak be a szabályokból, ha mindet nem is akarják. 92-93. 50, több mint 50 éve él ebbe az ingatlanban. A férje meg rendőr volt ráadásul. 26 évig volt rendőr. És hány éves az unoka? Az unoka az egyik, a lányt ismerem, igazán ő vele voltam az a hivatalokban, meg a végrehajtónál. Ő 33 éves, ha jól tudom. Azt tudom, hogy voltam, én itt voltam már a lakásban, amikor ő a végrehajtónál volt, a telefon be lett kapcsolva, ki volt hangosítva, itt többen hallották, akikkel a rácsot hoztam. Borzalmasan arrogáns volt, ők próbálták még megmagyarázni, hogy miért jogszerű ez a követelés, hogy nem kell azonosnak lennie a végrehajtáskérőnek, meg a tulajdonosnak. Egyszerűen nem tudott igazán magyarázatot adni már ott, de én hallottam mindent. Arrogáns volt, tehát sugárzott belőle a rossz emberből. Magyarországon 220 végrehajtó van. Ebből egy olyan 40-50 végrehajtó az, ami teljesen velejég korú. Tehát ez a Ferenci, ez közé tartozik. Hát ez ennek nem az első ilyen esete, hogy bármi legyen, bármilyen jogtalanság, jogszerűtlenség, őt nem érdekli, belefolyik az ügybe. Nemhogy azt mondja, hogy na kérem, ebbe akkor van egy ilyen svéd csavar, és akkor ebből ezt most nem hajtom végre, hanem menjen tovább valamilyen peres eljárás, peres út, tehát nem képes rá. Hát, szóval ez a baj a végrehajtókkal. Ez a baj a végrehajtókkal, ugyanis óriási pénzek mozognak. Óriási pénzek mozognak. Kászti Ferencnek 1 milliárd forintja van úgy, 1 milliárd forintja van ezekből a végrehajtásokból úgy, hogy azt nyilatkozta a tévébe, hogy 5% egy-egy ilyen végrehajtás során az ő pénzük. Hát, itt nem tudnak bejönni. Ha bezárom az ajtót, ott a vascső, aztán... Nem próbálnak. De lehet. Hogy nem engedjük be. Lehet, igen.